37 faluból több mint 200 kiállító mutatta be a falusi hagyományokon alapuló termékeit, illetve kézimunkáit. A rendezvény fő támogatója a tartományi Nemi Egyenjogúsági Titkárság, amely arra készül, hogy új tervet és pályázatokat fogalmazzon meg a nők ilyen tevékenységének a támogatására. Diana Milovics, a Nemek Egyenjogúságáért Intézet képviselője arra fektette a hangsúlyt, hogy nincs erős vajdaság erős falu nélkül. Szerinte koordinálni kellene a nők aktivitásait, hogy részt vehessenek például külföldi szemléken is. Itthon igazi vajdasági védjegyet alakíthatnának ki, és nagyszámú nőnek munkát is tudnának biztosítani ezzel. A bácskosútfalvi kézimunkázó nők már évek óta megjelennek Nagybecskereken. Sokat jelent, hogy egy helyen láthassuk az ügyeskező asszonyok munkáját, akik őrzik és ápolják a hagyományokat. Mi is ezek közé tartozunk. Van egy hagyományos magyar népi hímzés, a kunhímzés, amit az őseinktől újítottunk fel, és művelünk és végzünk. De ez mellett új technikákat is tanulunk, mint a fonalgrafika, vagy a színes hímzés, vagy bármilyen szalvéta technika. Nyitottak vagyunk mindenre. Az erzsébetlaki nőszervezet munkájában magyarok, szlovákok, szerbek egyaránt részt vesznek. Az elnökasszony szavai szerint valódi Európa ez kicsiben. Itt máma a mi standunkon vannak házi kalácsok, amit az éjszaka sütöttünk, házi kenyér, meg a szalvéta munka, a kosarak. A nagybecskereki polgármester és a munkaügyi miniszter is hangsúlyozta, hogy szórakoztató jellege mellett a rendezvény bizonyítja. A kézművesség felér egy iparággal, amelynek a lehetőségeit még nem térképezték fel igazán Szerbiában, és ezt a mulasztást mielőbb pótolni kell.